így a helyi építési szabályzat még rendezni fog két olyan kérdést, ami fontos, a honvédberuházásnak a sorsa, a telekkérdések vannak, illetve egy nagy kézilabda csarnok fog épülni minden nagyvárosi környezetbe, ami egy monumentális létesítmény lesz teszem hozzá, nagyon fogja nyomni a szociális épületeket, ez egy véleményem. Ezért biztatom a főépítési tudat, hogy ebben alakozom, mert tudom, hogy zajlik a helyszínegyeztetés és a tervegyeztetés, ugye ez egy titus terv, ami elkészült az ország minden kézilabda csarnokára, de azt mégis a helyszínhez kell adaptálni, ami egy fontos és lényeges építészeti kihívás, mint ahogy mondtam önöknek, arra, hogy az uszoda hol épüljön meg, hogy az uszoda is olyan tömegű épület lesz, a 25-33-as uszoda is olyan tömegű épület lesz, ami a környék épületét nyomni fogja, meg nem szintségük ne legyen. Tehát a mostani helyszíne, a Füldömeri tervezett uszoda nagyban fogja befolyásolni tömegével a környék épületeit.